Üdvözlöm a Karca Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő, korábbi földművelés ügyi miniszter. Köszöntöm, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok! Rendkívül sok fejlesztés, beruházás történt Karcagon és a térségben az elmúlt időszakban. Elég, ha csak a Berekföldi bekötő útra gondolunk, vagy a nemrégiben megtartott gazdafórumra, ahol az ágazat aktuális kérdéseiről és fejlesztésekről volt szó. Hogyan értékeli ezeket? Visszatekintő az elmúlt 5 évre, hiszen egy önkormányzati időszaknak a végén vagyunk. Szerintem az a legfontosabb dolog, hogy a város valamennyi vonatkozásban fejlődött. Az önkormányzat, Dobos László polgármester úr az élén, a képviselők, alpolgármesterek, a parlamenti képviselőink segítő munkája is eredményezte azt, hogy tényleg elmondhatjuk, hogy Karcagon a kórháztól a nemrégiben átadott kukoricamalomig, a úthálózattól a járda felújításokig, az iskola felújítások és óvoda rekonstrukciók egyaránt mutatják azt, hogy a városnak valamennyi fontos területére megvan az odafigyelés az önkormányzat részéről, és mindenhol fel lehet mutatni a munkának az eredményeit is. Hiszen ha csak azt nézzük, hogy a Kiskulcsoson mondjuk a általános iskola tornaterme, a szimóvoda felújítása és bővítése megvalósul, de épült műfüves pálya, vagy a Nagyvénkertben például a kosárlabda liget is, kosárliget készült el, járda felújítások, parkolóépítések is voltak, a kórház fejlesztés az folyamatos, tehát ott a bővítés ez zajlik, a szociális otthon felújítása megkezdődött a belvárosban, a külsői pedig már megtörtént, egészségügyi gépműszer fejlesztések valósultak meg, hát az élet valamennyi területén fejlesztések vannak. És a munkahelyeket nézzük, akár a már említett kukoricamalom, ami az Közép-Európa legfejlettebb technológiájával rendelkezik, vagy a például egy kis üzemkörül átadásra egy gyümölcsfeldolgozó, lekvár és szőrkészítő üzem, de a meglévő cégek is bővítették a létszámukat, és elmondhatjuk, hogy Karcagon 5 év alatt megfeleződött a munkanélküliség, jó néhány területen már munkaerő hiány van. Tehát mindez a gazdasági életben is nyomon követhető, ezek az építkezések, akár a Mivelánói pavilonnak a építése tovább folytatódnak, hiszen most is látszik azt, hogy a város legkülönböző részein zajlanak a munkák, ipariskolának a felújítása, például megkezdődik a Kovács Mihály iskolának is a felújítása. Azért is fontos ezt elmondani, mert itt van nálam a Karcagi Híradó száma, és hát ebben van egy pontos adat azért, hogy mindenki tisztálláson ebben a kérdésben. Tehát 5 év alatt 2014 és 2019 között összesen 19,5 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg Karcagon. Én azt mondjuk elszomorítónak tartom, hogy van olyan parlamenti képviselő, Lukács László György, aki valami 2-3 milliárd forintos összegről tud. Felkészültnek kell lenni, tájékozódni kell tudni, ha itt él valaki, akkor ezekhez az adatokhoz hozzá tud jutni, akár a médián keresztül, akár közvetlenül az önkormányzattól. És akkor látszik az, hogy a képviselő úr valótlant állított, hiszen nagyságrenden nagyobb fejlesztés valósult meg Karcagon, mint amiről ő tud, vagy amit ő érzékelt. Nyilván mással volt elfoglalva, nem a helyi közügyekkel próbál most belekapcsolódni valamilyen szinten. Rengeteg munka van ebben, a települések között komoly verseny van, ezzel is szoktak példálózni, hogy melyik van a másik előtt. Tehát nehéz ezt centivel kimérni szerintem, de látszik az, hogy Karcag, mint a Nagykunság fővárosa, a térség központja, folyamatosan fejlődik. És van még egy dolog, ami ide kívánkozik, hogyha már fejlesztésekről beszélünk. Az M4-es autópálya nagy szakaszai elkészültek, és a még hiányzó részek, tehát ami nagyjából Albert és a Ferihegyi repülőtér közötti szakasz, illetve a Szolnokra bevezető szakasz, ez is el fog készülni idei végével, jövő év elejével. Tehát a főváros rögtön egy fél órával közelebb lesz Karcag számára, és megkezdődött a Szolnok északi elkerülő út építése is. Tehát a sokat emlegetett M4-es autópálya is megvalósul 1-2 éven belül. Nemrégiben adták át a Kiskörei Tiszai hidat is, vagy ugye ott a térségről beszélünk, Tiszafüreden történt meg szeptember közepén az új főtér alapkőletétel, amely közel mint egy 1 milliárd forintos beruházást jelent a település számára, és ezen az alkalmon ott volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, aki az országjárás keretei között egy lakossági fórumot is tartott. F. Kovács Sándor parlamenti képviselő, a körzet képviselője, nagyon sokat dolgozik azért, hogy a települések közötti összeköttetés, a települési fejlesztések azok folyamatosan történjenek.
én is segítem ebben a munkában. Tehát a KARC-nak a térségközponti szerepét nézzük, akkor egyértelmű, hogy a vonzáskörzetünkbe tartozó falvak és városok közötti forgalom is a lehető legjobb útvonalakon történjen. Itt a kiskörei Tiszainak a felújítása és a oda kapcsolódó különböző mellékutaknak a felújítása lehetővé teszi azt, hogy ebbe a délhevesi térségbe, illetve a mögöttes mátai tájakra, ha valaki akar utazni, akkor egy rövidebb útvonalon tudja ezt megtenni, és a közelebbi településeknél pedig, akik bejárnak KARC-ra vásárolni, kórházba, itt van rendőrség, bíróság, ügyészség, tehát hivatalos ügyeket intéznek, járási hivatal, tehát a vonzás körzet és a távolabbi települések lakói számára is javul a megközelíthetőség. Most van egy útfelújítás Tiszaroff-Tiszabura térségében, van útfelújítás Tiszaszent Imre, Tomaj Monostor a Kunhegyes térségében, és kell még több is. Ugye azt szeretnénk, ha mindent egyszerre rendbe lehetne tenni, de olyan tárgyalásokat folytattunk az elmúlt hónapokban az útügyi szervekkel, amelyek biztatóak arra nézve, hogy jövőre a még gyenge minőségűnek számító utak is rendben lesznek téve. Nemrégiben volt vendége KARC-nak Varga Mihály pénzügyminiszter, aki egy lakossági fórum keretein belül képviselő úrral egy fantasztikus beszédet tartott. Október 13-án választunk. Jelenleg hogy értékeli a helyzetet képviselő úr, akár a támogatói aláírásgyűjtésekről, ha beszélünk, vagy ugye jelentek meg a sajtóban olyan állítások, amelyek ugye minősítettek képviselőjelölteket, és ugye ebben az időszakban ez most hogyan értékeli? De kampányidőszak van, és látszik az, hogy aki utólag kapcsolódik be a közéletben, Lukács László György évekig nem lehetett róla hallani, eléggé rossz irányban ment el, amikor személyében is támadtak képviselőket, mert ahhoz hozzá van mindenki szokva, hogy ha politizál, akkor a munkáját kifogásolják, nem értenek vele egyet. Én azt mondom, legyen akkor egy vita. De az, hogy személybe támadnak meg képviselőket, az, hogy mocskolódás van, ez nem volt KARC-ra jellemző, és én remélem, hogy ennek az időszaknak is vége lesz a választásokat követően. Azt pedig hát legalábbis vitathatónak tartom, hogy valaki rögtön polgármesterként akar bekapcsolódni a közéletbe, mint hogy Lukács László, hogy jobbikos országgyűlési képviselő ezt szeretné, aki egyébként orvosokat értékesít külföldre, vagy értékesítette családi cégen keresztül, miközben, mint a Jobbik vezető egészségpolitikusa reklamálja, hogy nem megfelelő az egészségügyi szolgáltatás. Nem kellett volna annyi orvost elvinni külföldre, sőt ez is egy jogos kérdés, hogy KARC-ról vagy a hány orvos hiányzik az ő tevékenységének az eredményeként. Ezek politikai viták, és szerintem ebben a mederben is kell tartani. Itt a megmérettetésnek a lehetősége, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, polgármester Dobos László, a képviselők a programjukat, egyéni programjukat is a lakosság elé tárják. Nekünk van programunk. Olyan városvezetés van, amely már bizonyította azt, hogy miképpen kell fejleszteni KARC-ot, és megvannak az elképzelései a jövőre nézve, és amelyet minden lakoshoz eljuttatunk. Várom azt, hogy az ellenzék részéről, a Jobbik részéről van-e valamilyen elképzelés. De az eddigi munka az a nullával egyenlő, nincsen olyan dolog, amit fel tudnának mutatni, mert ellenzékből is lehet településfejlesztést végrehajtani, lehet hozni beruházásokat, vállalkozásokat lehet idehozni, ahhoz nem kell kormánypártinak lenni, közéletet is lehet szervezni, csak abban részt kell venni, ahhoz bizony dolgozni kell, föl kell vállalni az emberek gondját, baját, nem csak előre megadott fogadóórákon, hanem mindig a nap 24 órájában, mert aki a közügyeknek szenteli az idejét, az életét, arra számítson, hogy igenis az emberek oda mennek hozzá, és szeretnék, hogyha segíteni őket. Tehát én ezt a túloldalnál hiányolom, viszont úgy látom, hogy a mi képviselőink akár közvetlenül is elérhetőek, megállítják őket, elmondják a gondjukat, bőnkat az emberek, és megvannak a hivatalos formái is. Közmeghallgatás, képviselői fogadóra, polgármesteri fogadóra, és ott vannak minden olyan rendezvényen, ami a KARC-iaknak fontos. Legyen ez egy átadás, egy koszorúzás, valódi fejlesztések, beruházások zajlanak a településen, mindenki láthatja, ezt méltóan szerényen megünnepeljük, de ott vannak az emberek is. Akkor, hogyha mondjuk tegnap említem, a Zöldfóúti óvoda felújítása megtörtént, egy 200 millió forintos nagyságrendű beruházás, ott voltak a gyerekek is, a felnőttek, az óvodapedagógusok, közéleti szereplők, méltó módon azt meg kell ünnepelni, de valós teljesítményeket kell a közvélemény elé tárni, és áll a KARC-i médiának, a tévének, a nyomtatott sajtónak, internetnek, ezek mindenki számára
hozzáférhető hírek eljutnak mindenkihez. Tehát szerintem így lehet egy olyan közéletet életben tartani, generálni, ami egyúttal hajtja előre a város, hiszen eljutnak az igények a lakosoktól, megfogalmazódnak a igények a vállalkozók részéről is, és ebben partner a önkormányzat, a polgármester és partner benne természetesen a város parlamenti képviselete is, hiszen hárman vagyunk harcolva az országgyűlésben. Szerintem a 19,5 milliárd forint elég jól mutatja azt a munkát, amit végeztünk. Ez egy számszerűsíthető teljesítmény. Nem kell szégyenkeznünk a szomszéd városok előtt sem ezzel, nagyságrendileg Karcnak szerintem ebben a megmérettetésben is vezet, és örömmel hallanám, hogyha az ellenzék oldalról fel tudnának mutatni egyetlen forintot is, amit ide a városba hoztak. Kíváncsi vagyok arra, hogy megjelenik-e valamilyen formában. Ez sem fórumon, sem nyomtatott sajtóban egyenesen nem álltak ki a közvélemény elé, csak olyan hátulról jövő támadásokkal a elmúlt időszakban a Jobbik és a ő képviselő jelöltjeik. És most van itt előttünk a megmérettetés, én bízom abban, hogy a karcagi lakosok mit fognak dönteni, hogy a mostani várospolitika folytatódik. Milyen részvételi arányra számíthatunk körülbelül az elmúlt évekhez képest tekintetében? 50% körülre számítok, általában ennyi szokott lenni. És nagyon fontos ugye Karcag jövője, hogy hogyan alakul, és képviselő úr mit mond a választópolgároknak, miért fontos ezen kívül még, hogy elmenjenek szavazni, és tényleg részt vegyenek a voksoláson, és saját életük alakulásába is tulajdonképpen beleszólnak. A legfontosabb döntések egyike, amikor a helyi önkormányzatokról, a polgármesterről foglalunk állást, ezért is hívom fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy olyan beruházások vannak a városban, olyan lehetőségek küszöbén állunk, amikor fontos az, hogy egy összeszokott, rutinos csapat legyen a településére. Hát arra gondolunk, hogy a 4-es főút átépítés autópályára az megtörténik. Már látótávolság belül van, ipari parkunk van, ahol folyamatos tárgyalások vannak bővítésekről, befektetőkről. Itt van több intézmény felújítás, a ipariskolái. Ezt a munkát folytatni kell, hogy valamennyi iskola és óvoda felújítása megtörténjen 21. századi színvonalon. Érdemes megnézni egyébként, hogy milyen jó állapotban vannak azok, amelyek már elkészültek. Ez Dobos László polgármester úr ki is emelte, hogy a programjának az egyik legfontosabb eleme. A turisztikai fejlesztések a strandfürdő körzetében szintén azt a lehetőséget hordozzák, hogy be tudjunk kapcsolódni abba a turizmusba, ami az ország jelentős részén a virágzásnak az egyik forrása. Tehát a Tiszatónál se gondolta volna senki, azt mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogy a kerékpáros centrum, szálloda bővítések, építések, kerékpárút építés, és a turistáknak a számának a növekedése az ilyen peskés fog előidézni, hiszen évekig teljes csend volt és letargia. Tehát olyan lehetőségeink vannak, amivel a város csak akkor tud élni, hogyha olyan képviselői vannak az önkormányzatban és olyan polgármestere van, aki megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkezik, aki tudja azt, hogy mit kell csinálni, nem most tanul majd be itt a jövő héten, vagy nem tudom mikor, vagy betanul, vagy se. Tehát akik kellő gyakorlattal rendelkeznek ahhoz, hogy miképpen kell egy települést irányítani és fejleszteni. Mert ez egy olyan tudás, ami önmagában egy érték a jelen viszonyok között, és itt Karcagon ez rendelkezéssel a Fidesz-KDNP jelöltjei, jelenlegi képviselői és polgármestere, ők már bizonyították azt, hogy miképpen kell a városon kínálkozó lehetőségekkel élni, azokat megragadni. Képviselő úr, én köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!